Oldjuk meg a következő két feladatot. Ezek a feladatok a behatolási mélységgel kapcsolatosak. Egy kábelvezető képessége szigma egyenlő 12×10^6 Siemens per méter. Relatív permeabilitása mu r egyenlő 200, határozzuk meg a behatolási mélységet 50 Hz frekvencián. Tehát nagyon egyszerű, csak be kell helyettesíteni a delta összefüggésébe. Az 2 per omega műször szigma. Vagyis az omega az 2 pi-szer az f, a mű az mű nullászor mű r, és a szigmát is ismerjük. És csak be kell helyettesíteni a paramétereket, ez 2 per 2-ször pi-szer 50, a mű nulla az ugye 4 pi-szer 10^-7, a mű r az 200, a szigma pedig 12×10^6. És ez a gyök alatt. Ha ezt kiszámoljuk, akkor 1,45 mm kapunk eredményül. Tehát látható, hogy végtelen féltérnél ennek az ötszöröse, 5×1,45, az nagyjából 7 mm, ami már végtelen vastagságonak számít. Hogyha frekvenciával feljebb mennénk, akkor ez egyre kisebb és kisebb lenne. Tehát a végtelen szó, a végtelen féltér definíciójában az eléggé relatív fogalom. Következő. Egy végtelen kiterjedésű vezetőben színuszos áram folyik. A felületen az áram sűrűség J0 az 2 amper per négyzetmilliméter, a behatolási mélység 0,8 mm. Határozzuk meg az áram sűrűséget a felülettől 1,2 mm távolságban. Ez nagyon egyszerű, mert csak annyit kell számolnunk, hogy J0-szor E-Z per delta. A J0 az 2 amper per négyzetmilliméter, E-Z, amit megadott a feladat, 1,2 mm, osztva 0,8 mm. Tehát 2 szorozva, Ead, mínusz 1,2 per 0,8. 0,45-öt írok, mértékegysége amper per négyzetmilliméter marad, hiszen ebben maradtunk. Tehát gyakorlatilag, hogyha van egy vezető valamilyen vastagsággal, és a vezető külső felületén van egy áramsűrűség, akkor exponenciálisan csökken a vezető belseje felé haladva, és hogyha frekvenciát növeljük, például egy nagyobb frekvencián, akkor nagyobb lesz a kiszorítási jelenség, kisebb lesz a delta, még nagyobb frekvencián pedig egy hasonló jellegű lefutása lesz a vezető belsejében. Tehát azt is el lehet képzelni, hogy bizonyos frekvencia fölött ezen a tartományon folyik az áram, és ezen a részen pedig nem folyik áram. Ezért bizonyos frekvencia fölött lyukas vezetőket készítenek, például koaxiális kábelt szoktak készíteni úgy, hogy a belsejét, itt levegő van a belsejében, a réz, a vezető anyag az csak ez a kis gyűrű, ahol ténylegesen folyik az áram, és ez csak is a delta behatolási mélységből lehet meghatározni, hogy milyen vastagságúnak kell képezni ezt a gyűrűt ahhoz, hogy értelmesen lehessen kábelt készíteni. Ez szintén a mikrohullámú technika témaköre, tápvonal elméletben.